Majd meglátod, mit terveltem ki, Damien. Egyszer már elhagytál Anna Krisztináért. De ez nem fog sikerülni másodszor is. Ha annyira szereted azt a képmutató pofikát, majd én tönkre teszem. Itt van, amit kért, kisasszony. Ez a sav még a márványt is szétmarja. És ez veszélyes, ha a bőre kerül? Nagyon. Egy pár csepp a bőrre, és örökre sebb helyes marad az ember. Nagyon köszönöm. Pontosan erre van szükségem. Hamarosan megváltozik az arcod, Anna Krisztina. Annyira, hogy rémisztő leszel. Bújj be, nyitva van. Itt vagyok, Odett. Tudtam, hogy eljössz. A fenséges Anna Krisztina nem fél senkitől és semmitől, igaz? Csak nem ezért hívtál. Vagy mondandód van, Demi, erről? Nem. Jobbat teszek ennél. Tönkreteszem a szépséges pofikádat. Eltorzítom a képedet ezzel a kis savval. Elvetted tőlem Demiant, pedig jól tudtad, hogy mindig is őt szerettem. Ez nem igaz. Már egyben jártunk, mikor te kettőnk közé álltál. Hogy te milyen önző vagy! Most, hogy elváltál a drágalátos testvérkémtől, újra kokettálni kezdesz Damiennel, csak hogy az utamba állj, és elvedd tőlem! De amennyire én tudom, köztetek nincs is semmi. Még mindig szeretem. Szeretem Damient. Jobban, mint bármi mást a földön. De mivel ő a te pofikádat jobban kedveli, tennem kell valamit. Ne! Gyere ide! Ne hagyd még! Gyere! Gyere szembe! Igazi szörnyeteg lesz belőled, Anna Krisztina. Damien és Emiliano csak undort érez majd, ha rád néz. Ne csináld ezt! Ne csináld ezt! Segítsen valaki! Végre megfizetsz mindenért, amit tettél! Odett, ne! Ne! Mit csinálsz te? Ereszel! Mit akarsz? Végezni ezzel a nyomorultal! Ereszel! Te megőrültél! Ereszel! Odett! Nagyon kérlek! Odett! Hagyjál! Nem tudod, hogy mit csinálsz! Megőrültél! Ereszel, hallod? Ne! Ereszel! Odett! 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 Hallasz engem? Ne! Ez borzasztó! Ó, Istenem!